A koncentrációs táborokból 1945-ben hazatért túlélők elhatározták, hogy minden évben emlékeznek az 1944-es szomorú eseményekre. Ezek következtében az akkora város lakosságának mintegy felét kitevő zsidók száma minimálisra csökkent Dunaszerdahelyen. Ma 57-en vannak, plusz a családtagok. Az elmúlt két év online megemlékezései után 2022-ben újra sikerült élőben megtartani az eseményt, amelyen jelen volt Eitan Levon, Izrael szlovákiai nagykövete is. A rendezvény egyik célja az összetartozás erősítése. A zsidóság arról híres, hogy már évezredek óta próbálták likvidálni a fajunkat, próbáltok minket megölni, de soha nem sikerült. Ez az összetartásnak is köszönhetően, akárhol is vagyunk a világban, hogyha szükségünk van segítségre, akkor mi egymásnak tudunk segíteni. Felavatták a helyi zsidó hitközség korábbi vezetőjének, a tavaly elhunyt Kornfel Tibornak a síremlékét is. A hitközség vezetését ifjabb Schwarz József vette át. 4-5 éve vagyok vezetőségi tag, és mivel a Kornfeldúr sajnos itt hagyott minket, akkor a többi vezetőségi tag, aki picit idősebb, megkért, hogy én, mint a legfiatalabb, vegyem át az irányítást. Az egyik emlékfákját a 77 éves dunaszerdahelyi Novák Mária gyújtotta meg, az ő családját is érintette a holokauszt. Anyuékot elhurcolták édesapámmal együtt Dunaszerdahelyről. Oszvécsim ott az első megálló, ahol kirakták őket, édesapám mindjárt elején ott is maradt. Anyumnak szerencséje volt, mert terhes volt velem, szerencséje volt, hogy bír dolgozni, tehát nem vitték őt gázba. Sikerült neki túlélni, több táborba volt, és a végén Németországba születtem táborba. Nagyon fájdalmas volt az, hogy édesapámot nem ismerhettem. Soha többet ezt ne ismétlődjön meg, soha többet, mert nagyon fájdalmas. A megemlékezés után a dunaszerdahelyi és az innen elszármazott zsidóknak lehetőségük nyílt arra, hogy a Bacsák utcai imaházban kötetlenül elbeszélgessenek egymással.